Csaba fel a szőnyeget, még ma éjjel, csaba fel a szőnyeget. Évek óta, így idén is évelején megrendezésre került a DMTK Sportbál. Az idei év különlegesnek számított. A Városi Sport Egyesületet 1920-ban alapították, így idén fennállásának 95 éves évfordulóját ünnepli a DMTK. Az ünnepi hangulat ellenére azonban a bál lényegi része nem változott. Idén is díjazásra kerültek a szakosztályok legeredményesebb versenyzői, és a vándorserleget is átadták az eltelt év legjobb sportolójának és csapatának. A jó hangulatról természetesen idén is a Salami Brothers gondoskodott. Köszönjük szépen! Az este hivatalos része a sportolók ünnepélyes bevonulásával, majd Kulcsár Ferenc DMTK elnök megnyitójával kezdődött. Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a Dunaraszi MTK idei sportbálya megrendezése alkalmából. Tisztelettel köszöntöm dr. Szalai László polgármester urat és a képviselő testület valamennyi megjelent tagját. A sportbál hagyományának megfelelően a díjazásra kerülő sportolók felsorakoztak önök előtt. Mielőtt erre sor kerülne, kérem engedjék meg, hogy elmondjam önöknek, hogy az idei év egy kicsit különlegesebb a többinél, hiszen a DMTK idén ünnepli fennállásának 95. évfordulóját. ban alapították meg elődeink az Egyesületet, és 1920-tól követően folyamatosan nőtt a szakosztályaink létszáma, és 2009-ben elértük a jelenlegi 10 fős taglétszámot, amelyik az Egyesület szakosztályainak a számát jelenti. Ezekben a szakosztályokban jelenleg már több mint 500 sportolónk képviseli Dunaharasztit az ország határain belül és alkalmanként kívül is. Azt gondolom, ezt minden évben meg szoktam köszönni, és most is megteszem, hogy a Dunaharaszti Önkormányzat képviselőtestületének támogatása, amely anyagi és erkölcsi is egyaránt nélkül ez nem jöhetne létre, és most is sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület jelenlegi testületnek a támogatását. Szeretném elmondani önöknek, hogy ezen az ünnepi év alkalmából engedjék meg, hogy rendhagyó módon köszöntsem sportolóinkat, további sok szép sikert és eredményt kívánjak nekik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és most sót kerítenénk a hagyományos díjazásra. A felsorakozott sportolók, azok a sportolók, akiket a szakosztályok jelöltek
és választottuk ki tagjai közül az elmúlt évben elért sporteredményeik alapján. Az asztali tenisszel szeretnénk kezdeni. Utánpótláskorú versenyző, díjazott versenyző Török Anna, aki sajnos jelenleg nem lehet jelen, mert iskolai elfoglaltságának tesz eleget. Török Anna a szakosztály legeredményesebb utánpótláskorú versenyzője, ugyanakkor a felnőtt csapat oszlopos tagja is. 2014-ben az őszi országos ranglista versenyek alapján korosztályában 40. a felnőttek között 32. helyen zárt. Megkérem Török Zoltán szakosztályvezetőt, hogy vegye át Schubert Gyulától, az Egyesület ügyvezető elnökétől a díjat. Ugyancsak asztali tenisz sportágban, felnőtt kategóriában a díjazott Mihály György. 75%-os teljesítményével a felnőtt csapat legerősebb játékosa, az eredménylista 16. helyen áll. Emellett tapasztalatait felhasználva, hasznos tanácsaival segíti a szakosztály szakmai munkáját. Mihály György, felnőtt kategória asztali tenisz, gratulálunk! Következnek a birkózók. Itt két utánpótláskorú versenyzőt díjazunk az idén. Az egyikük Repcsák Richárd, ifjúsági országos bajnokság 3. helyét szerezte meg szabadfogásban, és 5. helyezett lett kötöttfogásban. Szumó utánpótlás olimpiai 1. helyezett, és szumó U16-os Európa-bajnokságon 3. helyezett lett Repcsák Richárd. Ugyancsak tehát utánpótláskorú versenyző a birkózó szakosztálynak, Varsányi Dorina. Ő szumó utánpótlás 16-os korosztályban országos bajnok lett, és U18-as országos bajnokságban pedig 2. lett. U16-os utánpótlás olimpia 1. helyezettje, U16-os Európa bajnokság 3. helyezettje, Varsányi Dorina. Karate szakosztály díjazottja következik. Itt egy olyan ember szeretnénk köszönteni, aki nem a versenyzés világát képviseli. Ő a 80-as években volt a szakosztály aktív tagja. Ugyanakkor gyermekei mellett újra kezdett edzésre járni. Olyan lelkiismeretesen látogatja a foglalkozásokat, hogy az egész szakosztály számára példát állít. Horváth Zoltán a díjazott. Gratulálunk! Kézilabdázókkal szeretnénk a sort folytatni, utánpótlás korosztályban Csorbai Péter a díjazott. Az MB2-es 6. helyezett junior csapat kiváló fizikai adottságokkal rendelkező játékosa, aki a sport mellett a tanulmányait sem hanyagolja el, nagy munkabírású, céltudatos személyiség, Csorbai Péter. Felnőttek között a díjazott Gödöny László. Az MB2-es 7. helyezett csapat meghatározó tagja, hosszú idő óta a csapatkapitány. Több poszton képes kimagasló teljesítmény nyújtani, gyorsasága és lendületes játéka átlag feletti, küzdeni tudása az igazi erénye. Gödöny László, kézilabda felnőtt kategória. Kosárlabdázóink következnek. Utánpótlás kategóriában Perger Péter a díjazott. Serdülő csapatunk legmeghatározóbb ponterős játékosa, győzelmeink elérésében kiemelkedő szerepet játszik. Az
az elmúlt évek legtöbbet fejlődő játékosa. Felnőtt kategóriában Tóth Gábor a díjazott, az NB2-es csapatunk játékosa, aki egész évben folyamatosan kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott mérkőzésről mérkőzésre. Megbízható játékának fontos szerepe volt a csapat sikereiben. Tóth Gábor, kosárlabdázó. A labdarúgó szakosztály utánpótlás kategóriában Jakab Gusztáv Dávidot díjazza. U21-es korú támadónk a 2013-14-es idényben 19 góllal járult hozzá az NB2-ben szereplő csapatunk jó eredményeihez. Tehetségét igazolva már bemutatkozott az NB3-as felnőtt együttesben is Jakab Gusztáv utánpótlás korú labdarúgó. A felnőtt csapat Miholis Milánt választotta. A 2013-14-es NB3-as szezonban hatodik helyet szerzett csapatunk legeredményesebb játékosa volt. A most futó bajnokságban is vezeti a házi góllövő listát 7 találattal, amivel az NB3 középcsoportjában a harmadik helyen áll. Miholis Milán, labdarúgás. Végül a SAK csapat képviselői következnek. Itt 2 utánpótláskorú versenyzőt fogunk díjazni. Az egyikük Kökény Norbert. Az U12-es korcsoportban országos bajnokságban 4. lett. Az NB2-es felnőtt csapatbajnokság legtöbb pontszerzője és az ifjúsági csapatbajnokságokon nyújtott kiváló eredményéért díjazzuk Kökény Norbertet. A másik utánpótláskorú díjazott Bege Levente. Ő az U14-es korcsoportban az országos bajnokságon a 18. helyet szerezte meg. Ugyanakkor az NB2-es felnőtt csapatbajnokságban és az ifjúsági bajnokságban nyújtott kiemelkedő eredményéért jelölte a szakosztály Bege Leventét. Gratulálunk! Felnőtt kategóriában a sakközők között a díjazott Kaltenekker Antal. A Pest megyei első osztályú bajnokságban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, valamint a szakosztályért végzett odaadó munkájáért díjazzuk Kaltenekker Antalt, sakkozott. Két nagyon rangos díjátadása következik. Az elsőhöz megkérném dr. Szalai László polgármester urat, hogy adja át a díjat. Mégpedig az NB2-es felnőtt sakcsapat képviselőinek. A csapat az NB2 Erkel csoport csapatbajnoki küzdelmeit nyerte a Honvéd és a Mátra Sportegyesület előtt, és így feljutott az NB1B Marózi csoportba. Tehát az NB2-es felnőtt sakcsapat lett az év legjobb csapata. A következő díjátadásához megkérném Hajdú Zsoltot, Dunaraszi Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési és Sportbizottsági elnökét, aki az legjobb egyéni versenyzőnek járó díjat fogja átadni, aki idén a tavalyi eredményei alapján nem más, mint Repcsák Rihárd,
birkozóit már az imént láthattuk, nem sorolom fel az eredményeit. Gratulálunk ifjúsági korú versenyzőinknek, aki az év legjobb egyéni sportolója lett, Repcsák Rihárd birkózó. A sportolók díjazása mellett az utóbbi években az Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy külön díjakat is átad olyan embereknek, akik valamilyen módon közel állnak az Egyesülethez, támogatják az Egyesület munkáját. Az egyik külön díjasunk Botos József, és a díj átadására megkérném Kall József alpolgármester urat. Tehát Botos József az NB1B-be feljutott csapat vezetőedzője. Emellett kiemelkedő eredmény nyújtott a Pest megyei bajnokságban első helyet szerzett csapatban. Botos József, sakkozó, gratulálunk a külön díjhoz. Gratulálunk. És a következő külön díj azért is különleges, és kérem megtisztelő figyelmüket, egy nagyon kedves sportszakemberünktől, sportvezetőnktől szeretnénk jelképesen búcsúzni, mert reméljük, hogy ez a búcsú csak ideiglenes, hiszen ő még továbbra is segíti a szakosztály munkáját. Csík Miklósról van szó, és megkérném dr. Szalai László polgármester urat, hogy köszöntse majd Miklós bácsit. Egy kicsit hosszabb felsorolásba szeretnék belekezdeni. Gratulálunk, Miklós bácsi! Szeretném elmondani önöknek, amíg a polgármester átadja a díjat, hogy Miklós bácsi nyugdíjba vonulását követően költözött Dunaharasztiba. 2003-ban kezdett a helyi általános iskolákban foglalkozni a pingpong népszerűsítésével. Ennek eredményeként 2019-ben a DMTK küldőgyűlése megszavazta az Egyesület 10. szakosztályának az asztali teniszt, tehát ez az ő kitartó munkájának volt köszönhető. Ezt követően Miklós bácsi két csapatot is tudott nevezni már a közelmúltban a Pest megye csapatbajnoki küzdelmeiben, és Miklós bácsi az Egyesület nevében nagyon sok tisztelettel és szeretettel szeretnélek köszönteni, és szeretném elmondani azt is, hogy Miklós bácsi nem csak a tudásával, hanem nevelő tevékenységével is nagyban hozzájárult dunaharaszti gyermekeinek neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és én azt gondolom, hogy egész dunaharaszti sport életébe bevéste örökre a nevét. Tisztelettel köszöntünk, Miklós bácsi, további jó egészséget, sok boldogságot kívánunk szeretteid körében. A díjkiosztás után ismét megtelt a táncparkett. A Salami Brothers összeszokott csapata minden műfajban szórakoztatta a közönséget. A bálokon elengedhetetlen polka és ramli zenén kívül ismert szerzemények is repertoárra kerültek, a lendületes rock'n'rollok színvonalas feldolgozására pedig a legtöbben a táncparkettre lendültek. A bál hajnalig tartó, jó hangulatú mulatozással ért véget. Six and seven, going strong and seven, seven, we're gonna run around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till all daylight. We're gonna rock, gonna rock, around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, we're going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till all daylight. We're gonna rock, around the clock tonight. Well, the clock strikes on, the cool off dance, I'm to rock and roll.
round the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock to Broadway. We're gonna rock, gonna rock out round the clock tonight.